de jó lenne így pörögni, forogni, mint a jégtáncosok. Azt mondjuk nem tudom, hogy kell. De nem így. Sziasztok! Ez itt a karácsonyi különkiadású Zsófilter intro. A Betlehemnél, ami mögöttem van, ott készültünk forgatni, de meglepően szigorúak itt a szabályok, csak az jöhet ide be, aki jégkorizik is. Ja, meg ez a hátrafelé menés is még nagyon menő. Csak ebben nagyon nagyokat tudok esni, mert nem tudok megállni. És a mai adásban olyan nőkkel fogok beszélgetni, akik a karácsony szent ünnepét egy fokkal nálam komolyabban veszik. A jégkorcsolyázás után végül sikerült forgatnunk az említett Betlehemnél is, ahol természetesen nem maradhatott el az ünnephez és Zsófilterhez illő nosztalgikus feminista reflexió, Szűz Mária félbevágott teste, a lejtett, szalmában hentergő kis Jézus és a megilletődött József társaságában. Suliban eljátszottuk karácsonykor ugye a betlehemi játékokat. Én kaptam Mária szerepét, és nagyon-nagyon boldog voltam ettől, hogy én főszereplő vagyok ebben a történetben. De aztán kiderült, hogy Máriának egyáltalán nincsen szövege ebben az egészben. Azt kellett csinálni, hogy ülök a jászol mellett végig, és a többi lánynak meg voltak ilyen tök jó éneklős szerepei. Lehet, hogy ekkor kezdődött a feminista ráébredésem, ki tudja. Bár nem kaptam vallásos nevelést, egy ilyen kereszténység light vonal azért megvolt gyerekkoromban, keresztelés, karácsonykor templomi mise, amíg a Jézuska meghozza az ajándékot, meg életem egyetlen hittanórája hetedikben, ahonnan kiküldtek, pedig nem csináltam semmi rosszat, csak azt hiszem látványosan nem vette be nálam a rendszer az istenes sztorikat. Az órát Benedikta nővér tartotta, aki kicsit mérges lett, amikor a kérdésére, hogy gyakorlom-e a vallásomat, azt mondtam, hogy nem. Azt hittem, az őszinteség ilyen jó keresztény erény, vagy mi, de hát mindegy. Szóval egyéb testközeli élmények hiány az apácákról alkotott képemet sokkal inkább formálta a 90-es évek popkultúrája. Ettől a jelenettől a mai napig libabőrös leszek. Persze, akkor is tudtam, hogy apácának lenni valószínűleg nem abból áll, hogy Whoopi Goldberggel partizunk a templomban, sajnos. A szerzetesek élete azonban mindig is foglalkoztatott, és ugyan fiatalon teljesen abszurdnak tűnt a gondolat, hogy valaki ne akarna pasizni, bulizni, családot alapítani, végül a békés, kontemplatív, férfimentes gyerektelen lét tulajdonképpen manifesztálódott nálam is, csak nem éppen isteni sugallatra. Na jó, nem kéne a rendkívül kényelmes és teljesen énközpontú életvitelemet a hitükben legelkötelezettebb és ezért a legszigorúbb rendet is követni hajlandó emberekéhez hasonlítani. Az azonban nem várt fordulatként kerül elő a mai interjúmban is, hogy a női szerzetesek életesen mentes a társadalmi nyomásoktól, és hogy van közös nevező egy ateista leszbikus és egy szerzetes nő megítélésében a nemi szerepek mentén. Ők ugyanúgy kapják a miért nem szülsz, miért nem mész férjhez dumát például. A különböző egyházak nőkhöz való viszonya is megérne egy vagy inkább több száz misét, meg hogy akkor valójában melyik patriarchális kultúrkör szabadít fel minket békjóink alól leghatékonyabban. A kereszténységnek nagyon is sokat köszönhetnek a hölgyek, hogy felszabadultak azoktól a különböző negatív diszkriminációtól, megkülönböztetésektől, amik őket egy másodrangú emberré, illetve polgárrá tették különböző kultúrákban. Szóval ma biztosan nem lesz időnk arra, hogy kielemezzük 2000 év keresztény hölgy politikáját, meg az ünnepi kedvünket sem akarom azért totálisan lelohasztani így Szent Karácsony előtt. Ehelyett ma azokon a nőkön lesz a fókusz, akik tényleg nem viccelnek, amikor a Jézus iránti elköteleződésről beszélnek. Az Árpádházi Szent Margitról nevezett domonkos nővérek rendjének tagjaival fogok beszélgetni, akik saját szavaikkal mondják majd el, milyen egy apáca élete 2021-ben. Ez itt a Zsófilter, kezdünk! Szia! Üdv a Partizánon! Már is folytatjuk az adást, de előtte egy szolgálati közlemény. Ha most Facebookon hallod a hangom, mindenképp lájkold, illetve kövesd a csatornát, hogy azonnal értesülj az új tartalmainkról, plusz ezzel nekünk is segítesz.
Ugyanez a YouTube-on is érvényes, itt a feliratkozás és kis csengő megnyomásával lesz tuti a buli, aztán van még a Spotify, ott követésnek hívják a gombot, de egyéb podcast appokon is elérhetőek vagyunk. Ha pedig van rá kereted és extra tartalmakra is vágynál, szállj be a finanszírozásunkba a Patreon oldalunkon keresztül. Ott mindenféle menő, benfentes cucc is van. És most folytköv, köszi a figyelmet! Bár a bibliai történetek tele vannak erős és fontos nőalakokkal, még azzal együtt is, hogy férfi szemszögből írottak férfi központú közösségek számára, Jézus pedig tulajdonképpen kora úttörő feministájának is tekinthető, az őt követő intézményesült kereszténység mindig is másodrangúnak tekintette a nőket, és pontosan kijelölte a helyüket a hitélet területén is. Katolikus papi szolgálatban és általában a döntéshozatalban sosem vehettek részt, funkciójuk alapvetően a szolgálat. Elsősorban az oktatásban és szociális munkában tevékenykednek. Ezeken a területeken helyi szinten ugyan tölthetnek be nők fontos pozíciókat, és talán ideje is lenne elismerni a vallási életben végzett kemény és alulfizetett munkájukat, a Vatikán azonban sokkal lassabban hajlandó felzárkózni a trendekhez. Ferenc pápa ugyan szép lassan csepegteti a női tisztségviselőket itt-ott, de azért nem kell feltétlenül hanyattesnünk attól, hogy mekkora vad nőmozgalmár. Erről még lesz szó bővebben a mai lapszemlében is. De a vallásos nők sem feltétlenül osztják a véleményemet, hogy mindenhol feminista forradalmat kell csinálni. Visszatérve a szerzetes nőkre, az ő tevékenységük vállaltan rendelődik alá az egyházi intézményrendszer kereteinek, és köszönik, jól is érzik így magukat, illetve az ide belépők döntése is tudatos etéren. Most következik a beszélgetésem Hedvig nővérrel, Lúcia nővérrel, Eszter nővérrel és Jácinta nővérrel a Domonkos rendből. Ez az ilyen, nem is tudom, a kulturális ugye, vallásosság az létezik így a társadalomban, akkor is, ha az ember egyébként mondjuk nem gyakorolja a vallást, és én a magánéletben egyébként is szerintem sok olyan dolgot csinálok, amit alapvetően meg kéne gyónni. De azt akartam kérdezni, hogy szoktak-e így emberek vetíteni rátok ilyen, nem is tudom, feltételezéseket, hogy ha közeletekben van valaki, akkor nem tudom, viselkednie kell, vagy biztos azt gondolja, hogy ti ítélkeztek róla attól, mert ti szerzetesek vagytok? Hát azt, hogy viselkednie kell, igen, tehát így érdekes tapasztalat volt számomra most így viszonylag friss, hogy dolgoznak még munkások így a házban, és valamit szereltek, és az egyikük hát kicsúszott a száján, fogalmazunk úgy, nem túl idevaló mondat, és akkor így látta, hogy jövök fel a lépcsőn, és rögtön elnézést kért, hogy hát bocsánatot kér, máskor figyelni fog, hogy ez ne forduljon elő. Szóval biztos, hogy van ilyen. Kemény dolog az építőipar. Igen, ott kicsúsznak dolgok. Igen. Hát de szerintem nem csak ilyen sztereotípiek vannak, vagy ilyen ránkvetítés. Hát ugye akik jönnek és így áldást kérnek az utcán, meg minden tőlünk, vagy volt, aki kérte már, hogy ontassuk meg például, akkor ugye anyám áldjon meg, stb. Tehát, hogy van egy csomó ilyen, azt gondolják, hogy milyen nagyon szentek vagyunk. Kedvesek. Ez így általában egy ilyen elvárás, meg mindig nagyon kedvesek vagyunk. Ezek meg mindenkin segítünk, szerintem az is egy ilyen sztereotípia, hogy ilyen magánbankot hordok a zsebemben, és akkor bárki, bármikor, bármennyit kérhet tőlem, mert tudok adni. És hogy hát, tehát amikor kiderül, hogy nem, vagy esetleg egy szendvicset kínálok fel, vagy egy almát helyette, vagy egy jó szót, akkor van, aki elfogadja, és van, aki nem. De ezek a jobb sztereotípiek szerintem azért vannak mások is, tehát hogy apácák azok, hát hogy is savanyúak. Savanyúak, a szerelmi csalódásból vannak itt, aztán tegnap egy párat így összegyűjtöttünk. Életképtelenek. Életképtelenek. Buta. Igen, jámbor. Jámbor, olcsó munkáról az egyházban. Hát csak idősek. Nálunk inkább az olyan érdekes, hogy mi járunk egyetemre, az ELTE-re, és akkor hát ott találkozunk olyanokkal, hogy így ledöbbennek, hogy nincs okostelefonunk, meg nem tudom, szóval. Igen. Meg hogy így megbámulnak, amíg átmegyek az udvaron, így mindenki visszafordul. Aha. De már észre sem veszem egy idő után. Ez egyébként tényleg igaz, hogy többségében mindig az Istenre reagálnak, nem ránk így személy szerint. Ez egyházban szerint. Ez egyházban szerint. Ez a kettő, igen.
De van csomó pozitív is, amikor tényleg olyan dolgokat osztanak meg emberek így az életükről, így teljesen spontán, így a városból összetalálkozva, vagy imád kérnek, főként az, hogy imád kérnek így a saját magukért, szeretteikért, ilyen nagyon nehéz helyzeteket mondanak el, így mit tudom, ilyen két busz megálló között, és hasonló, szóval ilyen is van. És egyébként, aki mondjuk nem vallásos, azok is hozzátok szólnak, hogy nem tudom, vagy például kérdőre vonják, hogy ti miért vagytok ennyire komolyan, mondjuk elkötelezve iránta, vagy például amikor beléptetek, akkor a környezetetekben volt-e olyan, aki nem egyáltalán nem tudta ezt feldolgozni? Az a tapasztalatom, hogy ahogy itt ennek az évek, évtizedek, valahogy a társadalom is kevésbé reagál vissza ránk. Tehát egy 20 évvel ezelőtt folyton megállítottak, hogy de akkor te miért vagy ilyen, vagy ki vagy, vagy miért nem mentél férjhez, ugye csalódtál, ugye nem tudom én, nem hiányzik ez, vagy az az életedben. De amúgy szerintem inkább az a ritkaság, hogy valaki az embernek az eredeti környezetéből hogy tényleg megérti, hogy valaki miért választja ezt a hivatást, szerintem az a ritka. Hát még, én szerintem még vallásos emberek között is tulajdonképpen ritka az, hogyha valaki ezt így azt mondja, hogy hű, de jó, és hű, de klassz, és... Mert ez is egy sztereotípia, hogy a család úgy éli meg, hogy akkor most elveszítjük a gyereket. És akkor, minthogyha, nem tudom, elköltöznék Szibériába, vagy börtönbe csuknának egy életre, és akkor soha többet nem lehet látni. Nyilván itt a szerzetes élet azért az azzal jár, hogy vannak bizonyos határok, meg hát, hogy az tényleg nagyon arra szeretne így fókuszálni, hogy minél többet így az Istennel lenni, vagy őt keresni, és a többi vele lenni, és hát ugye miatt úgymond muszáj, hogy bizonyos határok, meg korlátok legyenek, akár így kapcsolattartásban is, saját családunkkal, vagy egyáltalán másokkal. Tényleg nyilván van egy csomó apostoli tevékenység, aminek a kapcsán csomó emberrel találkozunk, meg kapcsolatban vagyunk velük. De nyilván azt, hogy most akkor így, aki mondjuk az ELTE-n tanul, akkor hát nem megy el este sörözni mondjuk a csoporttársaival például, mert hogy az már így nem férne bele, vagy hát akár így a social media használatban, vagy ott is vannak bizonyos korlátok, meg határok. Tehát ez mind azért van tulajdonképpen, hogy hát az elmélyülést, imádságot, közösségi életet segítsen. Tehát, hogy ami a szerzetes életnek így a célja lenne. És akkor meséltek egy kicsit arról, hogy ti személyesen milyen indítatásból akartatok szerzetesek lenni, mikor jött az a pillanat, milyen volt az életetek előtte? Uh-huh. Kezdjék az ifjak. Jó. Ami érdekes, így az esetemben, hogy annyira nem vallásos környezetből jövök. Mi a családommal külföldön, Brüsszelben éltünk. A barátaim sem voltak vallásosak, de az iskolában volt hittanóra, az egy ilyen nemzetközi iskola volt, egyébként állami, de volt hittanóránk, és akkor ott úgy érdekelt a vallás, meg Isten, úgy ilyen izgalmasnak találtam. Én, ahogy így korábban olvastam ilyen régi vastag könyveket szerzetesekről, az alapján azt gondoltam, hogy hát nagyjából a középkorban lehettek szerzetesek, de hát most már nincsen ilyen, tehát ez a műfaj már biztos kihalt, és akkor... Amikor egyszer fellapoztam az Új Embert, akkor ott egy női szerzetes rendről írtak valamit, és akkor 15 éves voltam, akkor jött először ez a gondolat, hogy mi lenne, ha én is szerzetes lennék. És ez teljesen megdöbbent, tehát emlékszem, hogy felugrottam a helyemről, annyira meglepett, hogy ez biztos, hogy nem. Tehát, hogy valaki, aki nagyon-nagyon vallásos, mindig templomban jár, meg nem tudom, az esetleg. A másik, ami miatt azt mondtam, hogy én biztos, hogy nem leszek szerzetes, mert nekem ugye nyilván az volt a fejemben, hogy a apácák fekete ruhában járnak, egész nap ülnek egy sötét szobában, imádkoznak, és totál besavanyodtak, stb. És akkor egy fontos pont volt az, amikor itt Magyarországon szintén voltam egy katolikus ifjúsági találkozón, és ott találkoztam katolikus fiatalokkal, és így teljesen ledöbbentett, hogy így vallásosak, meg hisznek Istenben, de hogy totál normálisak, teljesen normális ruhában járnak, meg örülnek az életnek, meg játszanak, meg nem tudom. Szintén ezen az ifjúsági találkozón találkoztam nővérekkel is, és érdekes módon találkoztam párosokkal is, domonkosokkal, és egyikőjük sem fekete ruhában volt, ez már mindjárt nagy öröm volt, meg ahogy beszélgettem velük, így rádöbbentem, hogy teljesen normálisak, kedvesek, stb. És akkor ennek kapcsán aztán ez kezdett alakulni. A szerencse volt, hogy az egyetemen tanított Lucia nővér filozófiát, és akkor onnan őt is megismertem, voltak nyílt hétvégék, akkor eljöttem, láttam, hogy hú, hát ez nagyon jó,
És akkor így lassan jutottam arra a döntésre, hogy akkor belépek. És 20 éves voltam, amikor beléptem. Nekem ez úgy volt, hogy eredetileg a családomból senki nem volt annyira vallásos, de amikor én óvodás voltam, akkor egyszer megláttam ilyen nagyon szép fehér ruhában ilyen kislányokat, akik az első áldozásra készültek, és épp ott álltak a templom előtt, a bevonulásra készültek, és megkérdeztem anyukámat, hogy hát ezek kik, és mit csinálnak itt, és akkor anyukám mondta, hogy hát mennek a Jóistenhez, meg nem tudom, aki, na, nem tudom, valahogy az maradt meg ebből így felnőtt fejjel, hogy ott az nyűgözött le, hogy a Jóisten vágya ezeket a kislányokat. És akkor mondtam anyukámnak, hogy akkor mostantól mi is menjünk a templomba. És akkor elkezdtünk járni a templomba, de hát ahogy így növekedtem, valahogy nem lett ilyen élő hitem, hanem azért jártam templomba, mert hogyha nem járok, akkor a Jóisten az leüt. És akkor ez volt így az általános elgondolásom, hogy nekem muszáj templomba menni, mert hát abból csak baj lesz, hogyha nem megyek. És akkor ez egészen 18 éves koromig nagyjából így volt, amikor hát az történt, hogy így nagyon megtapasztaltam az Istennek a jóságát abban a helyzetben, hogy a nagymamám haldoklott a kórházban, és ahogy mentünk a kórházba a buszon, én nagyon-nagyon imádkoztam a Jóistenhez, hogyha létezel, akkor segíts abban, hogy még el tudjam neki mondani, hogy mennyire szeretem. És hát odaértünk a kórházba, és mondta az orvos, hogy teljesen fölöslegesen jöttünk, mert hogy nagyon-nagyon rossz állapotban van a nagymamám, és hogy nem fog megismerni, tehát csoda lesz, hogyha ébren lesz, meg nem tudom. És hát mondtam, hogy hát mindegy, ha már eljöttem, akkor mindenképpen megyek. Bementem, és hát azzal a mosollyal fogadott, meg azzal az örömmel, amivel én legutóbb találkoztam vele, és teljesen bizonyossá vált, hogy itt a Jóisten csodát tett, mert hogy egyértelmű volt, hogy megismert, hogy pontosan tudja, hogy én ki vagyok. Na hát, és akkor ezután így nagyon gyorsan átalakult minden, hogy felébredt bennem az a vágy, hogy elmondani ezt az embereknek, hogy az Isten jó, hogy van, hogy segít, és hogy reményt ad, meg nem tudom, szóval, hogy ez nagyon lelkesített, és arra gondoltam, hogy akkor biztos hitoktatónak kell lennem. Szóval próbáltam keresni, hogy miért ne legyek szerzetes, mert mindenképp családot akartam, meg nem tudom, de egy ponton rájöttem, hogy hát lehet, hogy a Jóisten meg azt szeretné, hogy ne hitoktató legyek, hanem hogy így adjam neki az életemet, vagy hogy így hirdessem őt az embereknek. Te most már idestől 12 éve vagyok hivatásgondozója a közösségnek, és akkor így nagyon sok fiatallal beszélgetek így erről, aki így a helyét keresi. Nem lesz mindenkiből domonkos nővér, van, aki azóta már boldog családosként él, tehát hogy... De valahogy számomra is fontos, hogyha az Isten az utamba hozza őket, akkor így segítsen megtalálni, hogy akkor hol az ő helye. Igen, mert a belépés után lehet, hogy ez nem annyira ismer, de hogy utána van azért a szerzetesi képzésnek egy, hát nálunk ez 7 évig tart, ugye, ami a első része, és akkor utána persze a jó szerzetes az holtig tanul, meg a jó domonkos, az pláne, de hogy ez alatt a 7 év alatt ilyen különböző szakaszok vannak, ami mind arra szolgál tulajdonképpen, hogy ez a hivatás az elmélyedjen, akkor a közösség is látja azt, aki belép, látja, hogy akkor tényleg alkalmas, és saját magát is ki tudja próbálni ebben, hogy ez valóban neki való-e, boldog-e ebben. Hát igazándiból, hogy az egész kereszténység arról szól, hogy az ember így alakul az Istennel való kapcsolatában, tehát hogy ez egy rálép egy útra, és arra törekszik, hogy Jézus őt alakítsa, és igazándiból a szerzetességben is ez van, hogy aki ide belép, akkor az a hát normális igazándiból, hogy a Jézussal való kapcsolat, a közösséggel való kapcsolat alakítsa, de szerintem egy házasságban is ez így van, hogy akkor a másik, ugye egyik alakítja a másikat, stb. Tehát hogy itt az az alapvető, hogy szeretnénk változni, szeretnénk tanulni, szeretnénk hasonlóbbak lenni Jézushoz, stb. Szóval, de ez nyilván, ez azért egy egyénre szobott, tehát nem leszünk egyformák, sőt, tehát mindegyikünkből elég egy darab. Igen, tehát hogy az a különbözőség, azok abszolút megmaradnak, sőt, mert az, hát, hogy a szentek is, azok is nagyon különbözőek egymástól, mégis mindegyik hasonlít valahogy Jézusra. Tehát itt valami ilyesmi van, van itt is, azt gondolom. De egy nagyon tudatos döntés itt azért kell, hogy igen, én szeretnék így alakulni, szeretnék változni, és ez persze nem csak a képzés alatt, hanem hogy utána is ez egy ilyen
ongoing project, szóval hogy ez egy ilyen élete szóló vállalkozás. De hogy ugyanakkor meg a kezdeti lendület, vagy a kezdeti szeretet, ami motiválja a belépést, tehát az Isten keresésnek az a lendülete vagy ereje, ez olyan, hogyha valakinek tényleg itt van a helye, akkor nem fog ezen fennakadni, hogy most akkor nekem, én nem mehetek akkor ide, vagy akkor oda, hanem ez vagy az van, meghatározzák, stb. Meg van a közösségnek is egy saját ritmusa, amiben belesimul valaki, vagy beletanul, belenő. De pont ez a szép benne, hogy mi nem választottuk egymást, tehát minket az Isten válogatott össze, és hogy mégis megtanuljuk egymást elfogadni, hordozni, szeretni, együtt mozdulni, együtt haladni, együtt gondolkodni a jövőben, együtt keresni az Istent, együtt dolgozni. És ez nagyon nagy ereje van ennek, azt gondolom így. De lehet, hogy erről többet tudnátok beszélni, amikor én beléptem 27 évvel ezelőtt, még mondjuk a technika nem tartott ott, ahol most tart, hogy ez mondjuk okozott volna nekem bármilyen törést, de mondjuk egy fiatal generáció, vagy egy most felnövekvő generáció már annyira a technika világába él, hogyha hozzánk valaki belép, se okostelefon megvan, tehát hogy van egy kerete annak, hogy használjuk az internetet, hogy használjuk az egyéb eszközöket. Nekem ez például olyan szempontból probléma volt, hogy én állandóan nyomkodtam az okostelefonomat nyilván, és nem a belépés előtt sem tudtam elképzelni, hogy milyen lesz, amikor nem fogom nyomkodni, hogy akkor mit fogok csinálni, tehát ez egy ilyen, de ez így a belépés előtt, és amikor hát beléptem, és nem volt okostelefon, akkor rájöttem, hogy tényleg ez a belső szabadság, hogy szabad vagyok arra, hogy így az Istennel kommunikáljak, meg hogy egyébként másokat is sokkal könnyebben észreveszek magam körül, mások bajait, mások problémáit, amit utána az Isten elé tudok vinni. Az nagyon foglalkoztat engem, én feminista szemszögből nézek a világra, és a műsoraimban is ez a vonal nagyon erősen megjelenik, meg ugye a nőjogok, nőügyek, és hogy nagyon sokszor pont a vallásosság címén beszélnek politikusok arról, hogy mondjuk hogy kell egy nőnek viselkedni, vagy milyen jogai lehetnek, vagy milyenek nem, és hogy és akkor lehet az emberben ilyen feltételezés, hogy akkor mindenki, aki vallásos, az úgy gondolja, hogy... Hát nyilván mi egy olyan szempontból közelítjük, vagy szerintem, majd szóljatok hozzá, szóval, hogy olyan szempontból közelítjük meg, hogy a katolikus teológia mondjuk mit mond arról, hogy akkor a teremtés nyomán, a férfi, nő, stb., akkor annak a komplementer viszonya, stb., tehát hogy nyilván ilyen szempontból nézzük, azt gondolom, tehát így inkább egy ilyen teológiai látásmóddal, de nyilván ebbe belefér az is, hogy látni azt, hogy mondjuk a társadalomban ugye a nők azok kiszolgáltatottabb helyzetbe tudnak lenni nagyon sokszor, és akkor vannak... Hát amiket írtál is a kérdésekből, például vannak Magyarországon is olyan szerzetes nővérek, akik a prostitúcióra kényszerített nőkkel foglalkoznak, ugye a Szolvodi Egyesület, stb. Ez is van, ezt nagyon örülünk ennek, hogy vannak ilyenek, ami rendünket is egyébként a nőnevelésre hozták létre annak idején, 150 évvel ezelőtt. Tehát, hogy ezek vannak, de hogy is mondjam, tehát nem ezek a hangsúlyos dolgok, vagy hogy mondjam, szóval nem ez... a fő topik nekünk, azt gondolom. De mondjuk ez nem jelenti azt, hogy akkor homokba dugtuk a fejünket, és nem, ezek nem létező problémák, vagy ilyen nem, nincs is, nem is fordul elő. Kérdezik-e azt, hogy nem tudom, tehát akkor mi? Akkor így nincsenek vágyaitok? Vagy nem tudom, akkor mi van, hogyha nem tudom, valami lesz valami crushod? Tehát, hogy erre is kíváncsi lennék. Nekem most így eszembe jut rögtön egy példa, hogy pont egy hete vagy két hete volt, hogy a buszmegállóban megállított valaki, és így nekem szegezte a kérdést, hogy hát miért nincs férjed, és hogy az ilyen fiatal lányoknak el kell menni, gyereket szülni, meg stb. És akkor én csak ott néztem, hogy hát ez így tényleg derültékből villámként jött. És nyilván, szóval, hogy így találkozunk ezzel, meg hogy így családi szinten is így, akkor kérdezték, hogy miért nem, vagy hogy akkor nem lesznek unokák, vagy nem tudom. És nekem egyébként személyesen is ez egy nagyon nehéz kérdés volt, mert hogy én szerettem volna a gyereket, és ez nagyon sokáig foglalkoztatott, hogy akkor nem lehetek anya, meg ugye nem lehet férjem, stb. És mondjuk én így úgy élem meg személyesen, hogy hát valami nagyobb jóért mondok le ezért. Tehát nem a lemondáson van a hangsúly, hanem azon, hogy így
Hát, hogy így Isten annyira betölti a szívemet, hogy ő így teljesen lefoglal magának. És hogy ezáltal mondjuk szabaddá válhatok nagyon sok ember számára. Míg hogyha van egy családom, akkor nyilván ők a prioritás, és ez teljesen természetes. Ez olyan, mint hogyha egy házaspárt megkérdezzük, hogy miért szeretitek egymást, tehát hogy lehet erre válaszolni. És főleg, hogyha mi valaki olyan mellett köteleződünk el, akit amúgy se látni, se tapintani, se megcsókolni nem lehet úgy, ahogy az ember ezt elvárná egy társtól, hogy akkor sokkal nehezebb megmagyarázni, hogy akkor mégis hogy tudom szeretni őt olyan mértékben, hogy semmi, minden más kevesebbnek tűnik. De hogy valami olyan szeretettel találkoztunk, ami... Na igen, és itt fogynak el a szavak. Tehát, hogy teljesebb és több annál, mint amit egyetlen ember adhatna. Az imént tehát a Domonkos nővérekkel készült beszélgetést láthattátok. A most következő interjú részletben témánál maradunk ugyan, de vallást váltunk. A kereszténység mellett bepillantunk abba is, hogyan változott és merre tart a nők szerepe a zsidó közösségekben, a zsidó egyházban. Dr. Hrotkó Larissa vallástudóst hallhatjátok. Én úgy látom a jövőt, habár ez nem holnap vagy holnap után fog történni, hogy a férfiak végre emancipálódnak, és végre megértik, hogy a nőkben nem csak a frizurájukat, meg lábukat, meg a többi testrészeket kell nézni, hanem fontos, hogy a nő társ legyen a társadalomban, így a zsidóságban is. Amikor a férfiak ezt felfogják, akkor valódi társa is válnak. Én azt hiszem, hogy ekkor lesz kész ez a közösség arra, hogy új utakat is kipróbálja. Egyébként kénytelen is lesz előbb-utóbb, mert nézzék meg, ez itt történt az emancipációs folyamatok során, a társadalomban is, és szinte nincs is olyan közösség most már a zsidóságban, amely nem foglalkozna valamilyen módon a női szereppel, csak hát most próbálkoznak ezzel, azzal, amazzal, hát nézze meg az ortodoxiát, vagy én azt mondanám, hogy inkább beszélnék a Chabad Lubavitch mozgalmáról. Hát ott ugye a Rebbe körülbelül úgy 1950-es évektől kezdődően nagyon határozottan felhívta az új rabbik figyelmét arra, hogy a nőknek nagyon fontos a szerepe a zsidóságban és az oktatásban. És ott kezdődött ez a folyamat, hogy a nők igen tanuljanak, és oktassanak. Ez ortodoxia, kérem szépen. Ha ortodox példát, ha meglátják más közösségek, akkor szerintem ők is fordulnak végre arra az útra, hogy igazában az ember akkor teljes, amikor van benne nő is, meg a férfi is. Most én úgy értem az embert, mint emberi társadalmat. Ezt nem lehet egyszerűen szétszakítani. Igenis figyelembe kell venni a női és a férfi biológiai, fiziológiai tulajdonságokat. A feministák sokáig nem foglalkoztak ezzel, és ez egy óriási probléma volt. És csak azzal foglalkoztak, hogy a nőket csak mint nőket elnyomják. Ez így nem igaz. A nőket elnyomják, mint nőket, mint biológiai lényeket, mint például zsidó nőket, vagy mint feketét, vagy mint szegényt, vagy mint hajléktalan. Tehát több fajta elnyomás lehet a nővel szemben. És éppen ezért az a társadalom, amelyben barátok, testvérek lesznek valóban a nemek, tisztelettel, szeretettel fordulnak egymáshoz. Én szerintem ez az ilyen már nem fog megtörténni, ha bár ez nagyon, szóval legyen ez a profécia, de ez nagyon klassz lenne.
A dr. Rotkó Larisszával készített interjúm egy részletét láttátok. Ha kíváncsiak vagytok a teljes, körülbelül 3/4 órás beszélgetésre, megtaláljátok a Patreon oldalunkon, illetve podcast formában, Spotify-on vagy bármelyik podcast appon. Szó lesz benne arról is, hogy mi kellene ahhoz, hogy akár a magyarországi ortodox zsidó hitközségek is elképzelhetőnek tartsák egy női rabbi tevékenykedését, és hogy az ellenállás oka egyáltalán nem olyan egyszerű, hogy hát ez is csak egy patriarchális egyház, ahol intézményi szinten nem akarják a nőket több szerephez juttatni. Most pedig következik a Lapszemle csajszemmel a Zsófilter visszatérő szegmense, amelyben az elmúlt időszak nőjogi vonatkozású híreiből válogatom össze a kedvenceimet. Ahogy korábban utaltam rá, kicsit megnézzük Ferenc pápa nő ügyeit, mert a sajtó előszeretettel keretezi őt valamiféle merész, progresszív fenegyerekként, bár tény, hogy az elődeihez képest nem kellett nagy lécet megugrania, hogy ilyennek érezzük. Az a cuki benne, hogy nagyon szívmelengető dolgokat tud mondani, mint hogy a nőket be kell vonni a döntéshozatalba, és egyenrangúnak kell tekinteni őket a férfiakkal, de aztán rögtön hozzáteszi, hogy na de papok aztán biztosan nem lesznek a némberek, ne is álmodjanak róla. Jó, idén történtek áttörések, például intézményesítette a nők liturgikus szolgálatát, először nevezett ki nőt a püspöki szinódus segédtitkárává, a pápai biblikus bizottság második számú vezetőjének kineveztek egy spanyol teológus nőt, az átfogó emberi fejlődés dikasztériumának új altitkára lett nő, illetve először került nő a Vatikán végrehajtó intézményének főtitkári székébe. Nagyon kevés főnevet értettem ezekből, de oké, sok fontos segéd meg alpozícióba kerültek nők, jó, meg egy főtitkáriba is, cool. Apropó döntéshozatali pozíciók, ha a nők nem hitéleti, hanem ne adj Isten, a saját testüket érintő kérdésekről döntenének, hát az továbbra sem változott, hogy az egyházi dogmák szerint abortusz esetén nettó gyilkos vagy, de Ferenc pápa tök aranyos, mert megengedi, hogy feloldozhassák a papok a nőket e végzetes bűn alól. Nota bene, a férfi papok, természetesen. De oké, legyek már fair, szegény reform pápával, és örüljek, hogy kegyeskedik a nőknek bizonyos engedményeket tenni, így sok száz év után gyökkettővel. Például saját magára haragította a püspököket is nemrég, amiért szerinte Joe Biden amerikai elnöknek oké részt venni szentáldozáson, annak ellenére, hogy abortuszpárti politikát folytat. Értitek, összevesztek a nagyon fontos katolikus férfiak azon, hogy egy másik nagyon fontos katolikus férfi részt vehet-e egy vallási eseményen, aki egyébként magánemberként nem is nagyon hisz az abortuszhoz való hozzáférésben. A nők meg közben néznek a pálya széléről, hogy oké, végül is csak az életünkről van szó, játsszátok csak le nyugodtan, fiúk, hogy ki a Jani. Apropó Biden és creepy katolikus bácsik, erőt eszembe, hogy idén készült el egy rendkívüli átfogó jelentés, ami a francia katolikus egyházban történt szexuális visszaéléseket vizsgálta az 1950-es évektől napjainkig. A vizsgálat szerint a gyerekek elleni visszaélések áldozatainak száma meghaladja a 216 ezret. Magyarországon ezen a téren nincsenek számaink, de idén-nyáron jelent meg Perintfalvi Rita feminista teológus könyve az egyházi szexuális erőszakról áldozatok beszámolói alapján, amire nincs bocsánat címmel. Nem csak a leírt történetek érdekesek, de a könyv körüli botrányok is. A szerzőt jobbról-balról, leginkább jobbról támadják, legutóbb Bájer Zsolt nevezte látens homokosnak a Magyar Nemzetben. Nyilván van helye minden könyv kritikájának, de amikor a publikációt tartalma helyett a személyed ellen intéznek támadást, meg lebuziznak, abból nem az látszik, hogy erős tartalmi érveid vannak. És a végére ezt a Mandiner cikk címet egyszerűen csak itt hagyom nektek karácsonyra, mert annyira tökéletes, nem csak azért, mert minden összeér benne, aminek ebben az évben és ebben az adásban is össze kellett érnie, hanem mert a cikk maga a cím okozta asszociációs élmény ellenére az égvilágon semmi különösről nem szól, kizárólag unalmas, száraz tényekről. Hasonlóan provokációmentes és tényszerű újságírást kívánok magunknak a jövő évre is.
Ez volt a Lapszemle Csajszemmel, és ezzel zárul az év utolsó Zsófiltere. Én Balogh Zsófi vagyok, a Partizán stábnak és interjú alanyaimnak ezúttal is köszönöm a közreműködésüket, nektek pedig köszi az egész éves figyelmet és támogatást. Az ünnepek alatt meg pihenjetek rá 2022-re, úgy érzem, szükségünk lesz minden energiánkra. És most stáblistához szól a nóta, de ezúttal megzenésített YouTube komment helyett egy kis karácsonyi dallal készültem. Kellemes ünnepeket, bujék, sziasztok! Kis karácsony, nagy karácsony. Zár az ég.